Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! 18 napi rendi pontból álló nyílt képviselőtestületi ülést tartott Bonyhádváros vezetősége szeptember 3-án 16 órától. Beszámoltak többek között a koronavírus miatt átalakult 2020. februárjában elfogadott éves költségvetésről, illetve napirendre kerültek a további átalakítási javaslatok is. Bonyhádváros képviselőtestülete megtartotta első ülését a nyári szünet után. 18 napi rendi pontban tárgyalták az elmúlt és az elkövetkezendő eseményeket. Egyik fő témát a város 2020. februárjában elfogadott éves költségvetése jelentette. Nem sokáig volt érvényben, hiszen a március első felében berobbanó koronavírus járvány átírta a terveket. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen a polgármester és a pénzügyi osztály vezetője beszámolót tartott arról, hogyan alakította át a járványhelyzet az idei költségvetést. A mai képviselőtestületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontja az önkormányzat gazdálkodásának az első fél évének az áttekintése volt, a költségvetési rendeletnek a végrehajtásának az áttekintése, és azon túl, hogy erre semmilyen jogszabályi kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, minden évben megtesszük ezt, hiszen egyrészt tájékoztatja a nyilvánosságot, a lakosságot arról, hogy hogyan gazdálkodtunk ebben a fél évben, az első fél évben, 2020-ban. Másrészt mi magunknak is jó egy áttekintés arra, hogy amit februárban megterveztünk, az hogyan alakult. Ha valamikor igazán idén jelentősége van ennek a napi rendnek, hiszen február 13-án fogadtuk el a város költségvetését. Én nekem 22 éve van rálátásom Bonyhádváros önkormányzatának a költségvetési rendeletére, azóta veszek részt ennek a rendeletnek a megalkotásában, és mondhatom ennek a 22 évnek a tapasztalata alapján soha nem látott számokkal, és egy nagyon gazdag, sokrétű, sokoldalú költségvetési rendeletet tudtunk elfogadni februárban. Sajnos nem sokáig élt ez a rendelet, hiszen mindannyian ismerjük a COVID járványhelyzet miatt kialakult problémát, és hát talán 3 hétig a veszélyhelyzet kihirdetéséig tudtuk életben tartani ezeket az elképzeléseket, ezeket a terveket, és most van itt az ideje annak, hogy áttekintsük, mi az, ami a veszélyhelyzet miatt mindenképpen átrendezésre, átalakításra szorul. A képviselőtestület elé kerülő költségvetési rendelettervezet számos ponton módosult. Ezek részben helyi döntések következményei, részben pedig központi döntések alapján szükséges módosítások. A költségvetésünk végösszege számottevően nem módosult, hiszen az 5 milliárd 617 milliós költségvetési főösszeg 5 milliárd 609 millió forintra változott, azonban belső tartalmi változások jelentősek. Lényegesebből a saját döntéseink alapján a meghozott döntések következtében kieső bevételek ellentételezése. Ami nagyon fontos az, hogy a költségvetés egyensúlya továbbra is stabil, fenntartható, működőképes előirányzatokat tartalmaz, és még ami talán a leginkább az, hogy az önkormányzat egyensúlyi helyzetét tekintve a költségvetési tartalékok összege az évelejéhez képest tovább emelkedett, mint egy 31 millió forinttal. A pandémia alatt is segítették a családokat és a helyi vállalkozásokat. Szó esett még az elmúlt hónapok kiadási és bevétel kieséseinek egyensúlyáról is. Fontosnak tartom, hogy ma ezt tárgyaltuk, hiszen most már tisztán látunk, pontosan tudjuk azt, hogy azok a rendelkezések, azok a határozatok, rendeletek, módosításokat, amelyeket a veszélyhelyzetben polgármesterként én magam hoztam meg az itt élő vállalkozások, az itt élő lakosságnak a megsegítése érdekében, azok ugye egyrészt az önkormányzati bevételek kiesését jelentette, hiszen nem emeltünk lakbért, az önkormányzati bélemények díjait felére csökkentettük, tehát számos olyan intézkedést hoztam, amely segítette az itt élő családokat, az itt élő vállalkozásokat ebben a nehéz veszélyhelyzetben, de ugyanakkor ez az önkormányzat bevételeit is csökkentette. Másrészt az intézményeinkben nagyon sok program nem valósult meg, a tervezethez képest elmaradtak, hiszen nem lehetett őket megtartani, megszervezni. Ott is belépőjegyek elmaradtak, különböző rendezvényeknek a költségei, kiadásai pedig megtakarításra kerültek. Hogy ez hogyan van egymással egyensúlyba, ezt tekintettük át. Bár még nem tudják, hogy mennyi bevétele lesz az önkormányzatnak az iparűzési adó egy részének elvonása, illetve a járványhelyzet okozta károk miatt, döntést kell hozzanak. Azt mondhatom, hogy megkezdtük azt a
egyfajta takarékoskodást a jövő évre, amire mindenképpen szükség van, hiszen egyébként egyetértve azzal a döntéssel, amit Magyarország kormánya hozott, hogy az itt működő, az országban valamennyi gazdasági szereplő számára, vállalkozások számára megtehették azt, hogy nem május 31-ig, hanem szeptember 30-áig készítik el a cégek a bevallásaikat. Ez egyenesen arányos azzal is, hogy az adójukat sem voltak kötelesek május 31-ig befizetni, hanem majd csak szeptember 30-án, vagy legkésőbb odáig. És az önkormányzatok alapvetően az egyetlen komolyabb bevételi forrása az az iparűzési adóbevétel. Hogyha belegondolunk abba, hogy ez mit jelent pontosan egy önkormányzat, egy város életébe, az egész pontosan azt, hogy valamikor az év 10. hónapjában fogjuk látni azt, hogy egyébként idén miből gazdálkodunk. Úgyhogy nagyon nehéz, és ugyakkor a jövő év pedig azért érdekes, mert idén van a járványhelyzet, bízunk benne, hogy ezzel vége is lesz, de hát ezt nem lehet még előre tudni. Hát idén esnek el azoktól a bevételektől a vállalkozók, amire majd jövőre, a jövő évi összegzésnél nekik adót kell fizetni, és azt nem lehet tudni előre, hogy mekkora bevétel kiesést jelenthet 2021-re. Ezért úgy gondolkodunk, hogy csak a szükséges és elegendő fejlesztéseket és beruházásokat valósítjuk meg idén, az eredeti februári elképzelésekkel szemben. Ugyanakkor készülünk a jövő évre, és inkább jövőre jusson mindenre pénz, mint hogy esetleg valamit most idén elköltünk, és jövőre már fontosabb, komolyabb dolgokra nem maradna a város kasszájából kifizetésre kerülő összeg. Nagyon sok településen lehetett a híradásokból hallani, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati dolgozóknak a bérét csökkentették, a munkaidőt csökkentették, Bonyhád városában ilyenre nem került sor, nem is fog sor kerülni, úgy gazdálkodunk, hogy mindenre jusson a szükséges és elegendő mértékben, és a fejlesztéseket is olyan arányban valósítjuk meg, ami az a lakosságnak remélem, hogy a legnagyobb megelégedésére fog szolgálni. Rendkívüli keretek közé szorított, normál oktatással kezdődhetett meg a 2020-21-es tanév Bonyhádon is. Egy általános iskolai évnyitón jártunk, és belestünk a gimnázium életébe is. Megkezdődött a rendkívüli tanév. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában közel 70 gyerek kezdte meg első osztályos tanulmányait. A tanévnyitó ünnepé is rendhagyó módon zajlott, hiszen idén csak az elsősöknek és szüleiknek szólt a nyitóbeszéd, elkerülve a nagyobb csoportosulást. De úgy gondoltuk, hogy az nagyon fontos, hogy őket külön köszöntsük ebben az intézményben, és szép tanévet kívánjuk számukra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy intézkedési tervet, mintát juttatott el hozzánk, ezt próbáljuk betartani, illetve ezt lebontva intézményre szabva protokollt készítettünk a szülők, pedagógusok, diákok, sőt a takarítók számára is. Fokozott fertőtlenítési munkálatok zajlanak, amit megelőzött már egy nagy nyári takarítás. Törekszünk arra, hogy csoportosulások ne legyenek. Az ebédleltetést úgy szerveztük meg, hogy ott is lehetőség szerint kint várakozzanak a gyerekek, csökkentett létszámmal egy időben a szellőztetések számát megnöveltük, illetve napi szinten a takarítónők a sűrűbben használt kilincseket, billentyűzeteket, fogantyúkat rendszeresen fertőtlenítik. Ehhez minden feltétel adott, a fenntartó biztosította a feltételeket. Bíznak benne, hogy nem kerül sor az online oktatásra, de a tavaszi tapasztalatokat feldolgozva felkészültek rá. Március 13-a óta, 4 hónapon keresztül ezt már kipróbáltuk a gyakorlatban. Annak a tapasztalatait levontuk, úgy gondolom, hogy finomítva képesek vagyunk megfelelni az elvárásoknak. A gyerekeket akkor is segítettük informatikai eszközökkel, és azt gondolom, hogy ez most is megtörténik, ha esetleg bekövetkezik ez a helyzet. Abban bízunk, hogy a hagyományos tanév ebben a formában a lehető legtovább tart. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógus személyes részvételével zajló oktatás az a leghatékonyabb, úgyhogy bízunk benne, hogy a feltételek adottak lesznek, és ezt a legtovább tudjuk biztosítani. Az új kisiskolásokat még a héten kísérhetik a szülők, de jövő héttől már nem léphetnek be az iskola épületébe. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban is reménykedtek, hogy a 2020-21-es tanév normál keretek között tud majd elindulni. Sajnos ez nem így történt, de nagyon örülnek, hogy a gyerekek végre járhatnak iskolába. Nagyon várták, tehát az újonnan bejövőknek nyilván egy külön felfokozott állapotban vannak, hiszen új intézménybe, új iskolatípusba kerülnek. A, 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 az
már tizedikesek a tavalyi évi elsősöknek, ugye félbe maradt az évük, tehát nem tudták úgy befejezni. Aztán most az érettségi a 11-12-eseknek már nagyon fontos, akár előrehozott, vagy rendes vizsgaidőszakba teszik meg, tehát nagyon-nagyon várták már, hogy találkozzanak egymással, úgyhogy jó volt látni, hogy örülnek. Én azt gondolom, hogy nekünk nagyon okos, ügyes, szép gyerekeink vannak, akik felelősen felnőttként tudnak gondolkodni, a józan eszüket megtartva. Én azt tapasztaltam, hogy ugye itt ez a maszkviselés, ugye negatív mentális hatásai, akár itt azért úgy is lehet prognosztizálódók, hogy az ember befordul. Ez hál' Istennek nem történt meg. Itt zömmel a közösségi terekben, amikor nagy intenzitású mozgás van, ahol nem tudjuk tartani a másfél métert, akkor bár nem előírt, nem kötelező, de azért ezt egy kötelezően javasoltá tettük. Hát ugye a járványügyi protokollnak megfelelően ugye a fertőtlenítő helyek több helyen biztosítva vannak, a takarítónők megemelt számmal és fokozott intenzitással az előírásnak megfelelően takarítási naplót vezetve osztályok között fertőtlenítés, felületfertőtlenítéseket végeznek. Az evangélikus gimnáziumban rögtön az első tanítási napon átestek egy ANTS ellenőrzésen. Hál' Istennek a tiszti főorvos asszony, amikor kiérkezett, két órán keresztül itt volt és megcsinálta, végig lefolytatta a protokollt, az ellenőrzést, minden rendbe talált, úgyhogy megnyugodhatnak a szülők is. A vírusjárvány második hullámának bekövetkezése esetén egy B-tervvel készült a gimnázium vezetése. A kialakult órarendnél én azt kértem, hogy a kollégáknak minimum az óráinak az 50%-a kontaktóra legyen, tehát bármikor tudunk váltani. Van egy olyan elképzelésünk is, hogyha helyhez kötöttek lesznek az osztályok, hogy a 9. évfolyamnak ugye az ő neki folyamatosan kellene jönni, hiszen ő nekik a legnehezebb elkezdeni beilleszkedni ebbe az új típusba. A 10-11-12. Évfolyam pedig 3 hetei rotációnként egy-egy az egyik évfolyam akkor pihenős lesz, tehát ő online oktatásba részesül. Így biztosítani tudjuk azt, hogy egy diák maximum 2 terembe legyen. Remélik, hogy a rendkívüli helyzet ellenére minden a megszokott módon történhet majd, és nem kell bezárni az iskolákat és teljes mértékben átállni az online oktatásra. Szeptember 1-én a megyenapi ünnepségen több kitüntetést és díjat osztottak ki azoknak a Tolna megyei polgároknak, akik tevékenységükkel kiemelkedően segítették vagy gyarapították a térség fejlődését, életét. Megyeszignállal indult a 2020-as megyenap, amit idén szeptember 1-én Dombóváron rendeztek meg. 321 éve kapott Tolna vármegye pecsét használati jogot első Lipót császártól. Ezen pecsét mintájával ellátott díjakat osztottak ki a térséget kiemelően segítő, gyarapító embereknek. Idén 2 bonyhádi lakos is részesült ebben a megtiszteltetésben. Dr. Pilisi Gábor, rendőrezredes, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője a Tolna megye közbiztonságáért díjat vehette át. Arra a kérdésre, hogy hogyan lettem rendőr, vagy miért éppen rendőri pályát választottam, hát egyszerű volna azt mondani, hogy egész kicsi gyermekkorom óta erre vágytam, de akkor nem mondanék igazat. A gimnázium befejeztével, az érettségihez érve én agrárpályára készültem, kacérkodtam még, hogy esetleg állatorvos legyek. Ez ugyanis, hát Bogyiszlón nevelkedtem, otthon egyébként a szülői ház is, és hát a családból vettem ezt a példát. Nem így lett. Egyszerűen megfogalmazva egy gondolat pattant ki bennem, hogy a rendőrségi pályát választom. Tehát ezelőtt én nem gondolkodtam ilyenen. Ez megérlelődött és eldöntöttem. Akkor az egyik lehetséges módja volt, vagy módja lehetett, hogy a rendőrségi pályára lépjen az ember, a BM tartalékos tisztképző iskola, és hát a rendőrfőkapitányságon erre jelentkeztem is,
és ezt elvégezve 1983 tavaszán kerültem a szekszárdi rendőrkapitányságra. Közel 40 éve vagyok rendőr, nem túl sok változás volt ez idő alatt, munkai változás, összesen 4. Dolgoztam a szekszárdi rendőrkapitányságon, a főkapitányságon, és 92-ben lettem bűnügyi osztályvezető Bonyhádon. Amikor nyomozó voltam, egyébként mindig arra vágytam, hogy egyszer bűnügyi osztályvezető lehessek, és az lesz a szakma csúcsa, ezt 92-ben értem el. Sok évet, 12 évet dolgoztam Bonyhádon, majd a Nemzeti Nyomozóirodához kerültem, amelyet mondhatom, hogy a szakma csúcsa. Nagyon szenzitív ügyek, nagyon szép, nagyon komoly ügyek, és nagyon-nagyon jó szakembereket ismertem ott meg. Pécsett is dolgoztam, majd 2012. szeptember 1-én lettem szekszárdi rendőrkapitányság vezetője. A rendőrkapitányi munka szépsége abban áll, hogy állományilletékes parancsnok, megyeszékhely, egy 200 fős állományt vezetni, amely sokrétű, közrend, közbiztonság, közlekedés, bűnügy, igazgatásrendészet, tehát egy egység, rendszerbe lehetett gondolkodni, nagyon jó vezető kollégákkal. Mindig jó emlékeim vannak erről az időszakról is. A mostani munkám teljesen más, kimondottan a rendészet. A rendőri munka nehézsége és szépsége abban van, hogy emberekkel kell dolgozni. Ez az egyik legnehezebb. Egyrészt vezetni nem könnyű, másrészt az áldozatok, sértettek és egyéb résztvevők vonatkozásában is, tehát emberekkel bánni nagyon nehéz. De a szépsége is ebben van, segítséget nyújtani. Nem szeretjük, ha problémák vannak, ha gondok vannak. Mindig vannak. Ezeket meg kell oldani, valamiféle megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. A díj nagyon sokat jelent számomra, hiszen egy múltbeli teljesítményt testesít meg a díj. Tehát egy olyan teljesítményt, amit most elismerésre méltónak talált. Köszönöm a felterjesztőnek, és köszönöm a közgyűlés döntéshozóinak, hogy ezt a díjat nekem ítélték. Ez a díj felelősséggel is jár természetesen. Példa lehet az utánam jövőknek, a követőknek. Én tulajdonképpen nem az orvosi pályára készültem, mindig tanár szerettem volna lenni, de az osztályfőnököm, a gimnázium osztályfőnököm tanácsára választottam az orvosi pályát. Meggyőzte szüleimet, hogy miután jó tanuló voltam, hogy jobbnak látná, ha a tanári pálya helyett az orvosi pályára orientálódnak. Én is elfogadtam a tanár úr meggyőzését, és így az orvosi pályára adtam be a jelentkezésemet. Úgy éreztem, hogy egy olyan pálya lesz, amin én magam is meg tudok, amire én magam is meg fogok felelni. Szeretem az embereket, szeretem a gyerekeket, szeretek beszélgetni velük, megértem őket, és segíteni szeretnék. Nem bántam meg, egy pillanatig sem bántam meg, sőt, nagyon örültem, hogy ilyen kis erőszakos módon e pálya felé irányított az osztályfőnököm, és úgy érzem, hogy egy nagyon jó választás volt. Meg kell szokni egy kisvárosnak a hangulatát, bár én bonyhádi lakos voltam már 30 éve, ide férhez menetelem után itt laktam férjemmel együtt, és megszoktam a várost. Egy kis közössége, Bonyhád egy tulajdonképpen egy kis közösség, ahol egymást ismerik az emberek, az orvosok is egymást, jó kollektíva van, mindenki igyekszik segíteni a másikon, és tulajdonképpen nem egy olyan nehéz feladat egy kis városban orvosnak lenni, bár fizikailag sokkal több pluszt kíván az embertől, mint egy nagyvárosi vagy egy kórházi orvosi ellátás, mert az ügyeletek ugye megnehezítik mindennapi munkánkat, ez egy nagyon-nagyon komoly és nehéz feladat. Egyedül ügyelni, önállóan dönteni a betegek sorsáról, nincs az ember mellett egy másik kollega, aki támogatja vagy segíti, de odafigyeléssel, a betegek megértésével,
jól érdeztem magam mindig itt Bonyhádon. Megdobban az ember szíve, ha Bonyhádra jön, egy jó, jó érzés. Szeretünk itt lakni, és szeretjük ezt a várost. Meglepett, igen, de nagyon örültem, és köszönöm, hogy gondoltak rám. Nem sikerült pontot szereznie a bajnoki címre esélyes Bonyhád VLC-nek a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság második fordulójában. A jó erőkből álló Újonc Gerjen otthonában furcsa módon 2-0-ás vezetés után vesztette el a meccset 3-2-re Köllő Roland együttese, amelynek védelme a második játékrészben nem állt a helyzet magaslatán. A piros-fehérben játszó Bonyhád uralta a játékot az első félidőben, látszott összeszokottabb, rutinossabb csapat az övék. A jó erőkből álló hazai pályán focizó fekete mezes Gerjennek becsületére legyen mondva, hogy kontráik nem voltak veszélytelenek a bonyhádi kapura. A szélről belőtt labdák adtak bizony munkát a Szűcs Szlama bonyhádi belső védőkettősnek, és persze Szabó kapusnak is. Persze Bildhébernek, a Tolnáról átigazolt gerjeni kapuvédőnek több dolga volt végig az első félidőben. A sokadik fontos bonyhádi támadások egyikénél már ő sem tudott segíteni. A Bonyhád igen aktív jobb hátvédje csatárokat megszégyenítő cselsorozat után egy elegáns mozdulattal megszerezte csapatának a vezető gólt. Gerjen Bonyhád 0-1. Az egyenlítés miatt a második félidő elején hátul jobban kinyílt a Dunaparti együttes, így mindjárt a második félidő elején góllal büntette ezt a Bonyhád. Újból az első gólt szerző jobbek, a kis Jerabek került a védővonal mögé, és remek érzékel most is a másik kapu másik sarkába emelt egy felettébb higgadt mozdulattal, Gerjen Bonyhád 0-2. Olybá tűnt, végleg eldőlt a meccs, a legoptimistább gerjeni szurkoló sem hitt már a fordításban, a pontszerzésben. Márpedig ez történt. Előbb Cseh Tibor talált be közelről a bonyhádi kapuba, néhány perce rá pedig jött az egyenlítés, amihez kellett megint a bonyhádi védelem szemmel láthatóan lassuló reakciója. A szemfüles Hanol három vagy több védőt is megelőzve kiegyenlített közelről, Gerjen Bonyhád 2-2. Megpróbálta összekapni magát a Bonyhád, de néhány percig újra dominált, ám a gerjeni villámkontrákban a bonyhádi védők 6-6-os közreműködésével persze jobban benne volt a gól, mint a vendégekében. Most ifjú Buzás Attila csapott le a 16-oson belül szabad labdára, és könyörtelenül belőtte a győztes gerjeni gólt. A megyei első osztályú bajnokság második fordulóján vaskos meglepetés született, Gerjen Bonyhád 3-2. 2-0-ra vezetünk, nem szabad kikapni, az biztos. Biztos mi is hibáztunk sokat, de volt már gyengébb is ma a pályán, az biztos, viszont az ellenfél csapatából. Köllő Roland nem ragozta tovább ezt a kényes kérdést, de szerinte a Gerjen sokszor átesett a durvaság és a keménység határmezsgyén, ami szankcionálás nélkül maradt a játékvezető részéről. Ez így alakult, most sajnálom, hogy kikaptunk. Nem tudom, a játékvezető ténykedés ugye nem szokja, nem illik foglalkozni, de azért itt pár játékosnak a testi épsége már veszélyben forgott a mérkőzésen. Én is kaptam egy piros lapot, sajnos el, sajnos sportszerűtlenül viselkedtem, de a játékvezető teljesítményének azért el kéne gondolkodjon rajta. A mérkőzés második félidejében szemmel láthatóan visszaesett a bonyhádi csapat játéka, kitűnő védőik olyan hibákat is elkövettek, amit csak nagyon ritkán, nyilván ez is közrejátszott a bajnoki címre esélyes Bonyhád gerjeni vereségében, és majd kielemzik ezt Köllő Rolandék. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!